Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Az elmúlt években jelentősen emelkedtek az ingatlanárak árak országszerte, nincs ez más, hogy Tatabányán sem. Elvileg itt jelenleg az új lakó ingatlanokat 777 forintos, míg a használtakat 518 forintos átlagos négyzetméterrel jellemzi. Vendégem Herceg István, aki a kemma.hu és a 21 óra sportújságírója, de ingatlan szakértőként egyben az ingatlan piacon is otthonosan mozog. Én Takács Zoltán vagyok, és tegeződni fogunk nyilván, hiszen munkatársak vagyunk. Év jöttek ki ezek a friss számok, és hát ugye még egyszer a bányán az új ingatlanok 777 ezer fontos használtak, 518 ezer fontos átlagos négyzetméter áron vannak kínálva legalábbis ugye a hirdetésekben. Mennyire reális ez? Ha belevágunk a közepébe, reális -e, egyáltalán? Ezek az árak reálisak-e? Abszolút reálisak először is sziasztok, üdvözlöm én csak kedves hallgatókat. Az új építésű azért az elmúlt pár évben az itt a nagyon ment, tehát hogy több újépítésű építésű lakópark is épült itt a tabányán, úgyhogy szerintem ez a, ez a 777 ezer még lehet, hogy egy picit alacsony is alapvetően, mert láttam azért ennél magasabb áron hirdetett új is. A használtnál is ez az, az 510 ezer, amit mondtál, nagyjából lesz szerintem reális. Nyilván Tatabányán azért nagyon nagy a fluktuáció a szempontból, hogy van vannak nagyon rossz lakások, meg vannak nagyon jó lakások. Tehát hogy a, nyilván a település történelméből, meg a struktúrájából is adódó, hogy azért vannak a, azok a házak, amik mondjuk a 60-as 70-es években épültek itt a tabányán, meg azért vannak, akik mondjuk 2000-es évek után is, hát a kettőt azért nagyon nehéz összehasonlítani. Azért ez érdekes, mert sokan azt mondják, hogy a 60-as 70-es években épített házak, például azok, hát olyan anyagból vannak megépítve, hogy nem spóroltak az anyaggal és lehet, hogy lelakottabbak, de statikailag, illetve a műszaki alapokat tekintve stabilabbak kis túlzással, mint a modernek, ahol meg azért persze modern technológia, modern anyagok, de sokkal több ö, apró csepő probléma lehet. Hát, hogyha visszaugrunk most a 60-as, 70-es évekbe, ugye két típus épült nagyjából abban az időben. Az egyik a kádárkockák, az nyilván nem tatabánya specifikus az egész országban, akkor építették ezeket a másik, meg a panelek, amiből azért tatabányán nagyon sok van. A kádárkockák, ahogy mondtad, nyilván statikusan jó állapotúak, viszont a szigetelése az nagyjából nulla, tehát hogy azt, azt, mindenképpen illik korszerűsíteni, mint hogy valószínűleg már a villany vízvezeték hálózatokat is kell, és szerintem már a tetőt is. Tehát, hogy aki, egy, aki mondjuk egy káderkockák, Gondolkodik, és, és még gyári állapotát veszi, azoknak ezeket hozzá kell számolnia mindenképpen. Tehát nyilván ezek a régi típusúak most valószínűleg a legolcsóbbak itt a tatabányán, meg a környékén, a káderkocekból. Panélnél meg szintén nagyjából ugyanezeket tudjuk elmondani. A régi konstrukciók a szigetelés nélkül azért... Bár azért egy panelfelújítási programon átment itt a város jó része. Hát a tízemeletes paneleknél azért még a legtöbb, azért ha újvárost végignézzük, az ifjúság vagy a útját, ott még azért a legtöbb az, az a, az régi. Sárberekben vannak már egy-két olyan panel, ami le van szigetelve. Nyilván a négy emeleteseknél már azért egyszerűbb a történet, ott, ott azért már le vannak szigetelve, de hát ha belegondolunk mondjuk egy négy emeletesnek a szigetelése, az jóval kevesebb költséggel jár, mint egy tízemeletesé. Szóval a négy emeletesekben nem állunk de azért a tízesekben még azért elférne. Hát országos adatokat, meg főleg ugye fővárosból is azt lehet hallani, hogy az építés, az új beszélünk, az építőipari beruházások, a recesszió időszakát éljük, és annyira nagyon sok nem indult. tehát az elmúlt időszakban inkább az a jellemző, hogy befejezzik, amit már építenek, és azt próbálják értékesíteni, mivel ugye itt az elmúlt időszaknak a hányattatott a Covid-tól, meg a háborútól sújtott gazdasági helyzete miatt jelentős drágulás volt az alapanyagokban, a munkaerőről nem beszélve, tehát ez emelte, nagyon megemelte az új építésű ingatlanok, az értékesítendő ingatlanoknak a nézetméter árát. Most egy kicsit azt lehet látni, hogy akkor vannak ilyen, nem tudom, hogy tatabányán is jellemző ez, beragadt újépítésű ingatlanok, amiknek nagyon magas az ára, ezáltal nem tud engedni, ugye nyilván, mert eleve a költségek is magasak az építető belőle, viszont a fizető képes kereset meg azt mondja, hogy hát köszi, de ezt nem tudjuk, ugye a hitel sem jelenleg olyan, amit, Amiből ezt finanszírozni lehetett, beragadtak, és nem épülnek annyira nagyon. Ez nem tudom, Tatabányára mennyire jellemző? Ez inkább Budapesten jellemző szerintem, Tatabányán szerencsére ez nem mondható el. Ugye az új építésűeket is két részre tudjuk sorolni. Vannak az újépítésű lakóparkok, mint például ami most Újvárosban is épül, ott a kereskedelmi iskola mellett, vagy ami a műfő és focipályáknál épült, az a három. Ezek gyakorlatilag a nagy része már el van adva. Most viszont az elmúlt fél évben szerintem egy ilyen projekt sem indult, ami kifejezetten lakásokat irány elő. Vannak ezek a sorházas megoldások, vagy mondjuk ilyen három lakásos társasházak, ezek most is zajlanak. Nyilván ez egy másik réteg, tehát ami mondjuk egy lakásnál 50-60 négyzetméterről beszélünk, addig egy sorháznál, vagy egy ilyen három lakásos történetnél inkább 90-100 négyzetméteres történetekről beszélünk, ami azért egy egészen más családi helyzetet irányoz meg. Szóval Utóbbi, az még van, a, a lakások értékesítése az gyakorlatilag szerintem befejeződött, vagy nagyvonalakban befejeződött, és új projekt ebben a szempontból nincs. Uh -huh. Na, ilyen szempontból azért hasonló a helyzet, de ne kerüljessük a forrókását, ha már itt belementünk a számokba az elején, és akkor folytassuk is, mert szerintem a hallgatókat ez érdekel leginkább mondjuk ilyen új építésű lakásoknál, illetve ugye sorházi ingatlanoknál mi, mi, mi az ár tólik. Hát ez mindig mérett től függ gyakorlatilag. Ugye most itt a Csokk Plusznál lesznek érdekes dolgok. Ugye itt most van egy ilyen 80 milliós értékhatár, úgyhogy szerintem, ami most ezen a környéken mozog, az mind be fog árazódni 80 millióra. Ha 85-re szánták, akkor is 80 lesz, de ha 75-re szánták, akkor is 80 lesz. Ah. Szóval itt most ez Élde. nyilván tudjuk az elmúlt években, hogy bármilyen állami támogatás az rögtön beárazódik. Olyan nagyon senki nem fog jó járni, kivéve talán az építetőket. Úgyhogy én azt gondolom, hogy most ez a 80-as szám, ezt nagyon sokat fogjuk látni. Na, de nézzük a számokat. Vannak, van egy érdekes, friss ingatlan index, egy felmérés. Vármely a Vármegye legnagyobb kínálat a rendelkező települései közül a használt lakóingatlanok között azért nyilván szélesebb a választék, mint az új építésűek között. Esztergomban 548 ezer, Tatán 598 ezer, Komáromban 582 ezer, Kisbéren 351 ezer, Oroszlányban 437 ezer fontos átlagos négyzetméter ára szerepeltek legalábbis ezek az aktuális kínálatban. Tatabányán ugye ez a 777 igen, mondjuk a használtakat nézem, akkor az 518, az már kicsit más ilyen szempontból, de ugye elsőre az, az lett volna a kérdés, hogy miért került a lényegesen többe. De végül is azt kell, hogy mondjam, hogy nagyjából akkor átlagos. tehát lesz állítva, szerintem majdnem mindennél többbe kerül Tatabánya. Tata egy teljesen másik polc egyébként ebből a szempontból. Nyilván jóval kisebb a kínálata a Tatának, és sokkal nagyobb a keresletet. Tata egy Ebből a szempontból azért egy jóléti város, én azt gondolom. Pedig a, az ingatlan kínálata önmagában nem különösebb, mint mondjuk Tatabányájé. Nyilván ott is vannak négy emeletes panellakások, úgyhogy uh, Tatának ez a felára, ez azért megvan. Nyilván, ha hozzászámoljuk mondjuk az újépítésűeket, akik mondjuk ott a Tóparton vannak, ott azért nem, nem lepődnénk meg, hogyha egy milliós négyzetméter árakat is találnánk. De Tatabánya viszont nyilván megyeszékhelyként, vagy vármegyeszékhelyként központi helyen van és nagyon sok befektető van. Ezt az előző podcastünkben szerintem már nagy vonalakban megbeszéltük. Most már nyilván csökkent a, a vásárlási kedvük nem csak nekik, hanem gyakorlatilag a családoknak is, tehát hogy jóval kevesebb tranzakció van mondjuk ebben az évben, mint a tavalyiban, meg a tavaly előttiben főleg. De igen, a befektetők nagyon szerették Tatabányát, meg nyilván valószínűleg a későbbiekben is nagyon fogják szeretni. Ugye volt egy ilyen kimutatás, hogy az elmúlt tíz évben Tatabányán nőttek a százalékosan a legnagyobbat a négyzetméter árak. Ez többek között ennek is köszönhető, és még így sincs az élmezőnybe. Tehát, hogyha a nominális értékét nézzük, azért még van bőven hova fejlődni. Úgyhogy a az alapvetően ezért nyilván az ipari park közelsége az, az nagyon sokat számít, mert itt azért bőven van munka lehetőség, de mondjuk ugyanez elmondható Komáromról is ahol szintén sokan költöztek, akár mondjuk a híd másik oldaláról is sokan mm -hmm. jöttek át, sőt az országon túról is, azt ugye nem, nem, kell mondani, azt is látjuk naponta. Úgyhogy szerintem nem állunk rosszul ebből a szempontból, akár Tatabánya, akár, akár Komárom, akár Tata vonatkozásában. Nyilván Kisbér, Esztergom az, az más struktúrájú település, ott azért annyira nem keresettek a mondjuk a megyén kívülről érkezőek számára. Uh -huh. De a Resztergomban viszonylag magas a, a nézetméter áll. És hát ugye lesznek projektek Komárom mellett, ugye most átsított eszembe, ahol ugye 900 fős üzemet terveznek, akkor oda nyilván kell egy lakópark. Ez mindig a... egy érdekes kérdés, igen, hogy, hogy egy ilyen területen Nőni fognak-e az árak vagy csökkenni? Hiszen lesz egy nagyon nagy kereslet, hiszen a környékre akarnak majd költözni azok a munkavállalók, akik itt fognak dolgozni, de hogy ezt most lakópark-szerűen fogják megépíteni, vagy esetleg úgy, mint itt Tatabányán, meg talán is ilyen munkavállalói lakópark, a gyakorlatilag munkásszállás 21. századi neve, uh -huh. az egy más kérdés, ezt, ezt még ugye nem tudjuk. Az is egy kérdés, hogy az ott lakók, vagy a tősgyökeres ácsiak, el akarnak-e ezek után költözni, vagy esetleg még többen oda akarnak költözni. Uh -huh. Szóval um, itt, itt valószínűleg valamilyen változás, vagy pozitív, uh -huh. vagy negatív irányba, de mindenképpen lesz. Na, szedjük szét egy kicsit a dolgokat. Tudom, hogy ezek a megválaszolhatatlan kérdéseim, de mindig ez a legizgalmasabb, hogy ugye tatabánya, hogyha megnézzük a település szerkezetet, akkor az jön ki, hogy a leginkább, legalábbis látszatra, ilyen kétszobás, 50, 52-53 négyzetméteres lakásból van. Ha egy ilyen lakást akar valaki vásárolni ma, és mondjuk egy közepes állapotról érdemes beszélni, bár mindig tólig beszélünk, hiszen mi az, hogy közepes állapot, ezt nem tudjuk. Tehát, hogy van felújítandó, meg van olyan, ami jó állapotú, meg van olyan, ami teljesen olyan kész, hogy fel van újítva és bemész, és ha tetszik, és az ízlésedre van, akkor azonnal beleszeretsz és megveszed. Tehát, hogy Körülbelül mennyiért lehet egy ilyen lakást megkaparintani? Gyakorlatilag ez azért egy nagyon nehéz kérdés, de megígérem, hogy fogok számokat mondani. Most, amit látunk a piacon az elmúlt egy-másfél évben, hogy a, a vevők inkább azokat a lakásokat keresik, amihez már nem nagyon kell nyúlni. Tehát, hogy mivel nagyon drága a, egyrészt az alapanyag, másrészt a, a szakik megfizetése és megtalálása az majdnem, hogy lehetetlen. Ezért én, én legalábbis azt vettem észre, hogy sokkal jobban tolódik a, abba az irányba, hogy olyan lakásokat vesznek, amik már megvannak csinálva, tehát ahol nem nagyon kell mit csinálni. Itt most tatuányán nyilván ez a, ez a panel méret, és nem fontos, hogy panel legyen, de a téglák is nagyjából ugyanekkor ez a, ez a két szoba 53 négyzetméter típusú történetek. Szerintem egy ilyen beköltözhető állapotút azt mondjuk olyan 24 26-ig már lehet találni. Megint fontos a lokáció, amiket már elmondtam, tehát hogy sok mindent, sőt bármit meg tudunk változtatni egy lakáson, de azt, hogy hol fekszik, meg hogy hányadik emeleten van, azt ugye nyilván nem tudjuk. Tehát, hogy első számú prioritás szerintem mindig a lokáció kell, hogy legyen egy ilyen történetnél. Vannak nyilván ennél drágábbak is. Most én nem régiben eladtam a Béla király egy 43 négyzetméteres lakást 30 millió forintért, ami, hogyha kiszámoljuk négyzetméter árban, már majdnem az új építés ütverdesi, de ez gyakorlatilag a nulláról fölépített teljesen új, új lakás volt, egy régi tömben, de nagyon szépen meg volt csinálva és látjuk, hogy azért erre is van kereslet. Ez érdekes, mert akkor nekem az jut eszembe, hogy tudjuk, hogy vannak szakik, úgymond, akik összefognak, vagy ezermesterek, akik egyszerűen mindenhez értenek, és ez egy biznisz, tehát teljesen legálisan is jól csinálják, hogy megvásárolnak felújítandó lakásokat, nyilván kedvezőbb árért, és mondjuk egy fél év alatt felújítják saját erőből, saját anyagokkal, és akkor rátesznek egy, egy szép ö, summát, ugye, a eladáskor. Tehát, hogy ez egy teljesen valid és működő, legalábbis itt a Tatabányán, tehát ez azt gondolom egy működő ö, sztori. Működő mindenképpen, igen, illetve hát annyiban árnyálnám ezt, hogy szerintem az elmúlt egy évben már lehet, hogy annyira nem is volt ez működő, mert ö, nagyon drágák voltak a, a, a felújítandó lakások is. Tehát, hogy mondjuk korábban, két-három évvel ezelőtt ez nagyon ment de ezt nagyon sokan csinálták, és nem is muszáj volt szakiknak megvenni egy elég egy befektető, akinek van, vannak ilyen ismerősei, és akkor, akkor lehetett tényleg egy fél év alatt 5-6 millió forint hasznot csinálni. Most ez már azért kicsit visszacsúszott. Na nézzük akkor a lakások mellett a házakat. Ugye, ez majd különösen érdekes lesz itt a csok Plusz kapcsán, ugye, amiről majd minél beszélgetni fogunk egy kicsit, hogyha egy közepes állapotú házat, ami ugye megint csak egy pseudo fogalom, akar oktat a bányán vásárolni, vagy viszonylag jó helyen, akkor mennyit kell kicsengetnem? Hát egy, legalább egy négyessel biztos fog kezdődni egy szám, de lehet, hogy inkább ötössel. Nem egyszerű azért a, a házak. Ugye a hely annyi van amennyi. Tehát, hogy oké, hogy vannak újépítésű, házak is, megikerházak is. Azt mondtuk, hogy a sorházak azok nem mind keltek el legalábbis ezek a 90-110 Igen, lesznek is újak. Nemrégiben voltam például Dózsa kerben nagyon eldugott a Hásfaliget, nem szerintem még a hallgatók közül se mindenki tudja, hogy hol van. Ott is lesz például most öt ilyen sorház jellegi történet. Tehát ezek vannak, de, de ez tényleg már az a réteg, amit hát vagy csak plusz, és nagyon jó bejelentett kereset, ezt majd nyilván később még ki fogjuk fejteni. De vagy csok plusz, vagy, vagy mondjuk Budapesten állott ingatlan, a rosszabb állapotú ingatlanból azért ott is ki lehet hozni egy 40-50 milliárd simán, és azt ahhoz mondjuk fölvenni még hitelt, és akkor itt a tabányán egy teljesen új építésűbe be tudunk költözni. De a kérdésedre válaszolva, hogy közepes állapotú, az tényleg ilyen 40-50 szerintem az alja, mm -hmm. És akkor megint az a kérdés, hogy, hogy onnan még mennyit kell rádúrantani, mert azért mm -hmm. tényleg egy háznál nem elég, hogy megcsinálod a szigetelést, ott foglalkozni kell a tetővel, foglalkozni kell a villany és vízhálózattal, akkor meg kell nézni, hogy például a garázsod milyen állapotban van, mert azért ezek általában... Ha van. Hát ezekhez azért általában szokott lenni. Akkor telek munkák, azért az se egyszerű, nagyon sok uh, ilyen régi típusúnál még egy csomó melléképület, disznóol, csirkeol, stb. stb. Ezeknek a lebontása is, mert azért 21. században már azért elég ritka, hogy valaki mondjuk tyúkokat tart otthon, mm. főleg itt a város közepén. Szóval ezeknek a, ezeknek a munkálatoknak is azért erős díja van. Ha visszatérünk ezekre az új újépítésű sorházakra, akkor itt van az, amiről beszéltünk, hogy ez viszont már ugye nem 40-50, hanem itt itt a 80-as az a szám, ami, amire Hát még lehet, hogy az az Igen, attól függ. Én most, amit beszéltem, ők például ezt a uh, nagyjából egy milliós négyzetméter áron fogják kínálni ezeket a sorházakat. Ez egy ilyen, úgy kell elképzelni, hogy egy ilyen egyszintes. Tehát, hogy van egy földszint, meg rá egy, emelet, meg egy garázs. Tehát, hogy ezek is ilyen száz négyzetméter. És van gondolom vannak. egy kert, hiszen ugye a sorházaknak az van egy a pici lényeg, hogy van valamekkora. Igen, van egy pici kert hozzá, és gyakorlatilag ennyit, tehát hogy uh, nem ezer négyzetméteres telkekről beszélgetünk, uh -huh. hanem nagyjából olyan száz négyzetméteres, négyzetméteres telkekről beszélgetünk. Uh -huh. És ezt mondjuk egymilliós egy milliós négyzetméter áron, azt kiszámoljuk, az ugye 100 millió forint nagyjából. Hogy egyszer, aha, vagy száz tíz négyzetméteren. Az komoly, ez, ez komoly. És ezek el fognak kelni, tehát hogy uh, nyilván az építettek nagyon jól tudják, hogy mi az, ami, amire van igény, és mi az, amire nincs, úgyhogy ezek ezek el fognak kelni mindenképpen. Ha nem is idén, mert idén már nyilván nem, de jövőre simán, és ezekhez például tényleg a Csokk Plusz sokat fog tudni segíteni. Na, akkor ne kerülgessük ezt a Csók Pluszt, nézzük meg, hogy ez milyen hatást gyakorolhat majd, mert gondolom, hogy az egész... Ingatlan piac egy kicsit ö, ilyen feszült várakozással éltem meg az elmúlt időszakot, amikor ugye mindenki erről beszélt, mindenki tudta, hogy lesz változás, mindenki tudta, hogy ö, nagyjából körvonalazódott, hogy mire lehet számítani, és aztán ugye pár hete, ö, talán hónapja kijöttek a, a tények. Tehát, hogy az ország egész területén elérhető 50 millió forintos maximum 3 százalékos kamatozású államiak támogatott hitel, ugye az új teremtesi program kedvezményes hitel konstrukciója január 1-től érhető el, és azt is tudni lehet, hogy a segítséget a bővülő családok tudják igénybe venni, amelyek további gyermekeket vállalnak, a hitel összege a meglévő, illetve a vállalat gyermekek számától függen változik, 15-30 vagy 50 millió forintot vehetnek igénybe az első közös otthon megszerzésére, nagyobb ingatlanba költözésre vagy meglévő bővítésére, lehet még felhasználni. Az első közös otthon megszerzésénél maximum 80 millió forintig vásárolható ingatlan, nagyobb ingatlanba költözésnél 150 millió forint az értékhatár. Konstrukció mindkét esetben illetékmentes. És akkor még e, talán érdemes szót ejteni a Baba váró hitelről, aminek az összege szintén emelkedik. Ennél ugye 30 év lesz a korhatár. Dégt is lesz egy egyéves moratórium, december 31-ig, tehát 24. december 31-ig 41 éves édesanyák is igényelhetik, 41 éves korig Ha 12 hetes várandóságot igazolják, szintén államilag támogatott iter összege legfeljebb 11 millió három hónap múlva szabad felhasználásra válik. Mi az, amire lehetett számítani, vagy amit vártak az ingatlan piacon a Plusztól, és mi jött ehhez képest? Volt-e bármi meglepő ebben? Hát nagyon meglepő nem volt. Ugye itt a, talán az egyik legfontosabb változás, hogy a, a meglévő gyerekeket gyakorlatilag kizárták. Tehát, hogy mindenképpen csak uh -huh. új gyerekre lehet ezt igényelni. Nyilván ezt úgy kell érteni, ha mondjuk van egy gyerkőcünk, és uh, születik mm -hmm. még egy, akkor az már ugye kettőnek számít, tehát akkor mm -hmm. a két gyerekes csokot tudjuk igénybe venni, de csak meglévőre, ugye ezt mm -hmm. meg nem lehet. Tehát, hogy azok a családok, akik már ugye nem terveznek következő gyerkőcöt, azok még idén december 31-ig uh, mindenképpen le kéne tudniuk a vásárlást, ha szeretnének, mm -hmm. vagy ha szeretnének igénybe venni egy ilyen állami támogatást. Ami a másik nagy változás, hogy uh, Ugye a mostani csoknál, ami még december 31-ig él, ugye volt egy támogatás része. Mondjuk két gyereknél az 1 millió forint volt, ami beszámított az önerőbe. Ez ugye december 31 után megszűnik. Itt ugye utólagos finanszírozás van, ami ugye még segíthet, hogy később ugye elengedik, hogyha megszületik a, a második gyerkőc, akkor szóval onnantól 10 millió forintot elengednek, de az önerőt ez ugye nem fogja pótolni. Amit az önerőre hozott a kormány döntést, ez ugye a 10%-os önerő is elég lesz a vásárláshoz. Ez viszont nem csak a csok uh -huh. hanem ez bárkinek gyakorlatilag uh -huh. elérhető lesz, hogy 10% erő szükséges lesz a vásárláshoz, mostani 20 helyett. Hogy ez mennyibe fogja segíteni a, a, a ingatlan vásárlást, azt nem tudom. Tehát, hogyha mondjuk csak a bányára gondolunk, egy mondjuk egy 25 milliós ingatlannál ugye elég lesz kettő és fél, tehát hogy onnan még akkor a maradék 90%-ot hitelből, ahhoz már azért olyan fizetés kell, hogy, hogy a balra bank adjon annyi pénzt. Csoknál nyilván ez ez jobban beleforgatható, főleg, hogy ott lesz ugye a babaváró, amit általában a, a felvevők erre szoktak, tehát önerőnek szokták használni, ezt ugye meg lehet tenni három hónap után, tehát arra nagyon, nagyon fel, felhívom mindenkinek a figyelmét, hogy ez továbbra is így lesz, hogyha mondjuk fölveszünk egy babavárót, akkor azt csak három hónap után tudjuk felhasználni 100%-ban önerőként. Hogyha három hónapon belül szeretnénk felhasználni, akkor viszont csak a 70%-át lehet felhasználni. Többek elcsúsztak ezen, úgyhogy erre nagyon kell figyelni, hogy ez, ez egy nagyon fontos. A csok plusszal... A Szerintem inkább a házak fognak uh, jobban menni. Ugye itt is nőttek a minimum négyzetméter árak, tehát amíg a lakásoknál az egy gyerekesnél 40, aztán 50, aztán 60, a házaknál 70-80-90 ez a szám. Tehát ugye még mondjuk valaki beköltözött eddig két gyerekkel 70 négyzetméterbe, az most már nem fogja tudni megtenni, mert nagyobb házban kell költöznie. Úgyhogy uh, ez a 3%-os hitel, ez, ez azért mindenképpen jó lesz, de ha mondjuk valaki tényleg 50 milliót fel akar venni ott a családnak már akkor a... A törlesztő részlete lesz, amit a bank nagyon szigorúan fog vizsgálni, hogy, hogy van-e akkora jövedelme. És ezt a jövedelmeknél is nagyon kell figyelni, mert itt is azért többféle jövedelemről lehet beszélni, tehát hogy az sem mindegy, hogy mondjuk a fizetésének egy részét akár bónuszként kapja, vagy túlóraként kapja, vagy mondjuk vállalkozóként, akkor ez egy, ez egy, nagyon nehéz kérdés, úgyhogy mindenképpen javaslom, a, akik mondjuk jövőre élni szeretnének a, a Csok Plusz által a lehetőségeknek, hogy egy, egy szakembert, egy hiteles szakembert mindenképpen kérdezzem meg, hogy az ő háztartásában ez hogyan kivitelezhető. Az előző Csok lejárta, az hozott bármiféle mozgást a piacon? Hát szeptember-október környékén szerintem nagyon sokan azt vártuk, hogy majd bedúran az év vége, és akkor mindenki kivásárolja magát Csokkal, Hát ez nem nagyon történt meg. Tehát, mm -hmm. hogy uh, nyilván nekem is volt egy-két olyan ügyfelem, aki még idén ki akarta használni a csokot, főleg akkor, mikor még nem tudtuk, hogy mi lesz ez a csok plusz, mm -hmm. amikor még csak nagyon lebegtetve volt. Úgyhogy itt az év végén ez a nagy áradat, az elmaradt, én szerintem mindenki kivár most jelen pillanatban. Sőt, én már a, mondjuk az eladóimnak azt is szoktam mondani, hogy adott esetben, ha mondjuk egy ilyen nagyobb értékű házat árlunk, hogy most pihentessük az mm -hmm. év végére, és, és jövő év elején kezdjük újra. Mm -hmm mert akkor a virtuálisan több lesz az emberek zsebébe, uh -huh. ha mindezt, mindezt, fölveszi. Ez már megint egy másik kérdés, hogy az a gazdaságilag ennek nagyon utána kell számolni otthon a pénztárcába, hogy, hogy sikerül-e üzenbiztosan ugyanannyit 20-30 évig kitörleszteni. Uh -huh. Kérdés az, hogy mondjuk a csok az egész piacra milyen hatást gyakorol. Tehát az ár drágulását idézi elő. Sokat vitatkozunk, hogy beszélgetünk erről ingatlanos kollégákkal, vannak, akik azt mondják, hogy ez, ez nem fog változtatni. Nyilván a Csok Plusz azért kevesebb emberre lesz alkalmazható, mint a, mint a mostani Csok, a december 31-ig lévő, de én azt gondolom, hogy szerintem azért lesz ebben emelkedés. Tehát ezt nagyon jól látjuk, hogy, hogy minden állami támogatás beépül, és ez is befog. Szerintem egyrészt ezzel a 80 millióhoz közelítéssel, másrészt szerintem azok a lakások, amik csokképesek, azok fölfele fognak uh, menni, még ha nem is olyan ütemben, mint mondjuk volt az az első csokk bevezetésekor, de szerintem emelkedni fog. Ugye most az év végén, uh, vagy ebben az évben azért egy, egy csökkenést azért lehet látni. Árakban én azt gondolom, és még szerintem még a decemberben is fognak csökkenni. Hát szerintem legalább ahhoz, ahhoz a szinthez vissza fogunk menni, mint mondjuk 2022 év végén, de szerintem még, még jobban is fognak ezek emelkedni, hiszen gyakorlatilag azok a családok, akár ha otthon nulla forint van, és összeházasodnak, akkor is olyan mennyiségű pénzt tudnak fölvenni, hogy, hogy egyszerűen meg tudják venni azokat a lakásokat, amikről eddig álmodni sem mertek volna. Uh -huh. Ez a kivárás szó, uh, amit használtál, ez érdekes, mert ugye... Ez elhangzott már legalább minden harmadik válasznál, ugye az építetők kivárása, a potenciális vevők kivárása, az eladók kivárása. Tehát, mint az egész piac egy kicsit egy ilyen kivárásos piac lenne, hogy mindenki vár valamire, és még a befektetők is, mert ugye azt nem szabad elhallgatni, hogy az elmúlt időszakban véletlenül jobban járt az, aki mondjuk akár csak állampapírban, ami ugye ez egyik legbiztonságosabb forma tette be a Ténzét, mert a, a prémium állampapírral a infláció követő rész miatt a következő időszakban, meg az eddigi időszakban, meg még egy évig biztosan 18% fölötti bevételre tudott szertenni. Míg, hogyha mondjuk valaki befektetési célral vett egy, egy lakást mondjuk, és kiadta, akkor hát nem hozott annyit csak gondban sokkal többet, de pénzben nem. És most ugye változnak, meg szigorodnak, tehát most már kivezették például azt a prémium olyan papírt. Bejött egy másik, ami fel annyit tud, de ettől függetlenül nyilván változnak a dolgok. Itt is egy, a befektetők is szerintem kivárhatnak, hogy mikor fordulnak újra az ingatlanok felé, nem? Hát a befektetői réteg az szerintem idestó egy éve gyakorlatilag nulla az ingatlan piacon. Tehát, hogy az elmúlt egy, talán másfél évben én speciál nem nagyon találkoztam olyan emberrel, aki befektetésre keresne ingatlant, mert ahogy mondtad, mindenki állampapírba dobálta be a pénzét ma biztosabb, mobilisabb, kiszámíthatóbb volt, mint az ingatlan piac. Szóval ez a réteg, ez abszolút eltűnt az elmúlt egy évben, és szerintem 2024-re se fog előbújni a odujából. Hiába lesz 9,9%-os az állampapír, szerintem még, még lehet, hogy az is jobb, mint a mostani piac. Főleg, hogyha fölfele fognak menni az ingatlan árak. Úgyhogy a, ez, ebből a szempontból, ami mondjuk 20-21-ben nagyon hajtotta föl az ingatlanárakat, mm. a nyilván a támogatások mellett az a, mm. a befektetők, mert gyakorlatilag ha letettem a, a rétre egy kutyaólat, azt is megvették, mert mm. A, mm. akkor tényleg mindent megvettek, és mm. sokkal magasabb árakon, mint most. Azóta ugye volt egy csökkenés, most szerintem föl, föl fog egy kicsit pattanni, de, de tényleg ez a kivárás, ez most mindenkire igaz. Tehát, olyan, mint mondjuk egy boxmeccsen, mind a ketten bevisznek egymásnak egy ütést, és akkor egy kicsit úgy nézegetik egymást, hogy most adját 10 másodpercet pihenni. Most mindenki így, így vár, uh -huh. hogy mi lesz a piaccal, az eladók is várnak, a vevők is várnak, hogyan tudják kimotekozni. Szóval ez a 2023 vége, és szerintem még talán január-február is hasonló lesz hogy nézegetünk, pihenünk, várunk, és kivárjuk a legjobb ajánlatot. De a tavasz az általában mindig hát egy ilyen felfutás az ingatlanpiacon is, tehát véletően most is lesz valami mozgás majd a tavasz közepétől, ugye? Persze, hát nyilván az ingatlan piacnak vannak azért ciklikusságai. Mint ahogy az évben általában mindenhol a december az azért elég gatya szokott lenni, az ingatlan piacon sincs másképp. Január az nyilván mindig változott, tehát, hogy most azért ez egy mesterséges beavatkozás ismételten ebbe a piacba, ez a csak plusz, tehát ez megdobhatja. De azért a legnagyobb tranzakció számokat nem januárban, meg februárban szoktuk mérni, hanem inkább tavasztól kezdve. Úgyhogy ez most szerintem kettőzött erővel is így lesz. Sőt, ugye nyilván. Sokan mondjuk otthon azt gondolják, hogy hát jó, ez lesz az utolsó karácsonyunk otthon, és akkor jövőre meg elkezdünk nézegetni. Decemberben már senki nem akar költözni, meg még nagyon januárba se. Tehát, hogy akkor otthon üldögélünk a popsinkon, és akkor majd utána elkezdünk nézegetni. Ez gyárilag is megvan, de ezzel a sok plusszal szerintem még egy levegőt fújt ebben a, ennek a motornak mm. a turbójába, és a tavasztól meg, mm. meg fog élénkülni az ingatlan piac. A házaknál elsősorban. A nem is is a de, de a lakásoknál is szerintem, tehát hogy lakni mindig kell, akinek nincs 50 milliója, az nem fog 50 millió ére venni a házat, tehát hogy nyilván a, a, a lakásokra is lesz vevő, most az elmúlt fél évben csak a lakásokra volt vevőm szinte, uh -huh. szerintem ez egy picit, a, kici, picit módosulni fog, de hát tekintve, hogy lakásból azért jóval több van, mint uh -huh. házból, az arányok az annyira nem tudnak eltolódni. Hadd kérdezzek még meg egy dolgot, ami szerintem mindenkit érdekel. Az elmúlt időszakban azt lehetett olvasni különböző ilyen felmérésekben, hogy az alkú az ö, inkább szerepet játszik, mert ugye abban a felfutó időszakban, amikor, ahogy itt említetted, mindent is megvettek, akkor ez nem volt annyira jellemző, sőt, inkább az volt, hogy licit volt egy-egy jobb ingatlanra, viszont ö, utána így megmerevettek a frontvonalak, az eladó felülértékelte a, a lakását, a vevő szerette volna lényegesen olcsóbbért, és akkor talán valami elindult a az ügyben, hogy alkukészebbek lettek az eladók, ugye? Gondolom. Pontosan, ezt nagyon jól látod. Szerintem elmúlt, hogy ebben az év második felében, talán egy nyártól, de sokáig az volt a helyzet, hogy az eladók kitartották azt az árat, amit mondjuk még tavaly megkaptak az ingatlanért. Most már nagyon nem kapják meg, és egyre, egyre nehezebb helyzetben voltak az eladók, mert nagyon sok eladó ingatlan van, akár most csak a Tatabányát is vizsgáljuk, több mint 600 eladó lakás van, és a kereslet viszont nagyon pici. Tehát tényleg csak azok vesznek most lakást, akiknek muszáj lakni valahol, vagy maximum tényleg az utolsó csokos történeteket, mert nem uh -huh. akarnak már bevállalni egy erkölcöt. Ők vásárolnak, tehát hogy nagyon kicsi a kereslet, és muszáj volt engedniük az eladóknak ebből. Ez inkább egy része az, hogy önmagában módosítom az árat mondjuk az ingatlan.com-on, vagy ezeken a felületeken, de ez a kevesebb. A nagyobb az, hogyha ha mondjuk tényleg oda megy egy érdeklődő, és azt mondja, hogy jó, látom, hogy 27-9 ér én tudok érte adni 25 díl, és akkor díl. Uh -huh. Gyakorlatilag a, ezek a szóban, vagy uh -huh. írásban egymás között lévő alkudozások összértéke, gyakorlatilag ez megnőtt, én uh -huh. azt gondolom, mert uh, tényleg, hogyha van egy fél, aki meg akarja venni, és van egy másik, aki meg el akarja adni, azok azért általában most már így az év végén meg tudnak egyezni. Mik a tapasztalatok ö, tényleg a valóság volt ez, hogy ö, mondjuk egy ilyen 28 milliósat, 25 et tehát hogy hány százalékot lehet alkudni, Úgy általában most? mindig egy nagyon nehéz kérdés. Nyilván, hogyha mondjuk egy lakás egy hete van a piacon, akkor azért ennek a mértéke jóval kisebb. Tehát, uh -huh. hogy uh, ott egy ilyen egymillió, másfél milliót azért szerintem nyilván az értékétől függ, de nagyjából ezt a számot le lehet masztírozni, mondhatóan uh -huh. árából. Ha valamivel mondjuk már tényleg három hónapja szenvednek, vagy esetleg még több, ott már azért nagyobb alkú is belefér. Az is egy nagyon fontos szempont, hogy azért mostanában nagyon sok ilyen, hogy mondjam, ilyen lánceladás van. Tehát, hogy én meghirdettem az ingatlanomat, de már lefoglalóztam közben a következőt. És ezért Igen. gyakorlatilag egy ilyen harapófogóba vagyok. Igen. És ott Itt lehet. Tehát, hogyha mondjuk a vevő egy kicsit élelmesebb, és tudja, hogy mi a helyzet, Igen. akkor akkor adott esetben egy kicsit pofátlan is lehet Igen. az ember, mert um, rá van kényszerülve az eladó, hiszen azt a pénzt tovább kell pördítenie az ő Igen. eladójának, aki aztán szintén lehet, hogy tovább pördíti. Tehát, hogy gyakorlatilag ez egy ilyen végeláthatatlan folyamat, de mindenképpen az alkuk szerepe az az megnőtt. Ebbe is belenyúlhat a Csók plusz, hiszen sokan lesznek, akik a lakást próbálják majd házra váltani. Igen, én is ezt fogom látni, hogy sokan ki akarnak majd szabadulni, és, és valami házat akarnak majd venni, aztán, és ugye nyilván a lakására meg bele kell pattintani a házárába. Tehát szükséges. Hát megint egy nagy kérdés, hogy mennyire lesznek elszállva az eladók. Hát ezt meglátjuk. Nagyon sok a ha, de azt hiszem hogy nagyon izgalmas kérdés, és hát valószínűleg tavasszal folytatjuk, amikor már ebbe is belelátunk egy kicsit, hogy mi következik. Kíváncsian várom! Köszönöm szépen, hogy köszönöm itt szépen te. én is.